Szervusztok! Szeretettel köszöntelek titeket Mount Everness-en, és nagyon örülök, hogy eljöttetek a, a templomba erre a gyönyörűséges csapatépítőre. És ez a hegy, ez nagyon érdekes. 108.000 méter magas csúcsokon érezzük magunkat néha, néha 108.000 méter mély poklokban, és ez a pillanat sebességével változhat. Tehát mi az, ami ilyenkor igazából fontos a különböző tudat állapotváltozások közepette. Sok ember tapasztalata mutatja, hogy az ilyenkor legfontosabb dolog az egy iránytű, hogy merre mégy. Ugyanis, ahogy a dzsungelban sem látod a napot, csak valami átszűrődő, homályos ugye, fotonnyalábot, úgy nagyon sokszor az élethelyzetekben sem látod, hogy merre mutat a cselekedeted, merre visz a beszéded, hová juttatnak az érzelmeid, és hogy merre mennek a gondolataid. Tehát ahhoz, hogy ezt a pillanatot a megfelelő módon éld, ahhoz egy iránytűre van szükség, és ezt tapasztalat nélkül nem lehet bekalibrálni, sőt, még a kezedbe se tudod venni. Úgyhogy akármilyen irányzatot is gyakorlunk, akármilyen hagyományban is vegyünk részt, ezt a fajta iránytűt keressük azért, mert el akarjuk érni a célt, azt, hogy kinek mi a célja, azt szépen definiálod magadnak. De hogy iránytű nélkül nem éred el, ha iránytartást nézel, akkor ahhoz valami kell, ahhoz, hogy az úton maradhass. Az út az egy érdekes dolog, van két széle. És amennyire szeretünk a szélsőségekbe belemenni, olyannyira szeretünk a célba jutni. És a kettő nem mond ellent egymásnak. Mi emberek nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem látjuk az utunkat. És ahhoz, hogy lássuk, ahhoz meg kell tapasztalni szélsőséges helyzeteket, akár még halál közeli, vesztesség közeli élményeket, és ahhoz, hogy átalakulj, ahhoz, hogy az légy, aki vagy. Néha neki kell csapódni egy kicsit a kerékvetőkőnek, vagy a falnak. Az az érdekes, hogy akkor sem szoktunk hallgatni a tapasztalatainkra, amikor már a fal nem a másikat adja, hanem a harmadikat, meg a negyediket. Tehát az igazi kérdés az, hogy mennyi szenvedés, mennyi bölcsesség kell ahhoz, hogy az úton maradj, felismerd, hogy hol van az út két széle, és milyen irányban kell menni ahhoz, hogy célba juss. És csak azért, hogy jobban sántítson a metafora, azt szeretném kimutatni, hogy ezen az úton, ahol igazi önvalód megtapasztalása és megtalálása a cél, az erre való felébredés, az illúziókból való ugye, megvilágosodás, um, itt a végcél az nem olyan, mint A városból B városba való eljutás. A végcél az, hogy te az válj, hogy az, ami téged és az utat elválasztja, az szépen kopjon ki, kopjon el. És itt arról a kicsi énről, arról a szokásgyűjteményről, ragaszkodásgyűjteményről, identitás tömegről van szó, amihez énként ragaszkodsz, de valójában mégsem vagy az. Tehát az úton ez kopik le rólad. És ez néha érződhet úgy, hogy kellemes változás, tehát vedlik a kígyó, leveti azt a bört, amit már úgysem használ, és néha úgy érezed, hogy hogy fáj. Tehát olyan dolgokat kell elengedni, olyan identitástól kell megszabadulni, amivel te még boldogan azonosulnál, amit te még vinnél, amit te még lennél, de már nem lehetsz. És innentől kezdve ez a fájdalom felébreszt. Úgyhogy mit választasz? Milyen iránytű van a kezedben? Mennyire akarod, hogy fájjon a változás? Ez mind-mind rajtunk múlik, és akkor eljutunk ugye hegytetőre, völgy mélyébe, szeretnénk. Úgyhogy ezen rövid bevezető után szeretném a kérdéseiteket hallani, úgyhogy tiétek a kérdés lehetősége. Mi az, hogy nem vágy, és mi a célja annak? Hát nélküle nem jöttél volna létre. Tehát ez az egyik. És ö, alapvetően az emberek ö, három ösztön szeretnének ezzel kielni. Az egyik a túlélés, a másik a birtoklás, és a harmadik a szaporodás. És e, ilyen szinten az állati ösztönöktől ez nem különbözik. Az emberben az a lehetőség nyílik meg, hogy a szexuális vágyban egy sokkal magasabb szintű tudatállapotot is meg tudjon élni, mint pusztán ezen ösztöncsoport. Tehát e, lehet a legmagasabb egyévállás és éntelenség e, teljes olvadás állapotát is megélni. Természetesen, ha olyan tudatállapotban van, ugye, mind a két fel. Úgyhogy ennek különösebb célja nincs, de adhatsz neki nagyon sokfélét. Mint minden jelenség, ez is üres. Csak hogy hogy töltöd meg, az nem mindegy. Tehát milyen jelentést, milyen működést adsz neki, és milyen kapcsolatod lesz ezáltal a másik féllel. Úgyhogy ez a fajta polaritás, ez benne van a létünkben, ahogy mi megszületünk, amilyen tudatot fölveszünk, a férfi polaritás olyan energia, ami nélkül nem tudnánk létezni ezen a Földön. Még akkor is, ha csak nagyon távolról tapasztalod, mert olyan is van. De attól függ, hogy ezt az elképesztő energiát hogyan használod, hogy más lények javára dolgozik, vagy pedig ellenük, illetve a javadra dolgozik, vagy ellened. Tehát a a tudat érettsége, együttérzése és éntelensége függvényében működhet ez nagyon jól egy emberi kapcsolatban, és nagyon rossz, Úgyhogy öntermészete ennek az erőnek nincs, polaritása van, és lélek és tudat függő, hogy mit csinálsz vele. Az eredmény mindig megmutatkozik másnap reggel. Egyéb kérdés? Miért fontos a szertartásosság és a formalitás a gyakorlás közben? Ilyen az énekek például, és, a, és a, ez, a, ez a rendszer. Miért fontos a vízivás szempontjából a pohár vagy a kancsó? Szerintem nem fontos a vízivásához pohár vagy kancsó, hiszen a tenyeremből is tudok inni. Akkor a tenyér miért fontos? Igen, de mindenkinek más, más tenyere van, mindenkinek más kancsolja. Itt viszont azt látom, hogy van egy, ö, egy szigorú rend, ami alapján. Eltértél a tártó. A tenyerednek is egy szigorú rendje van. Öt új kiindul belőle, ezeket nagyon sok ment lehet csinálni, összefoghatod egy ilyen kis csészévé. Tehát azért van rend, hogy ez valahogy működjön. Ránézel egy belsőséges motorra, és egy hihetetlen mennyiségű mozgó és statikus alkatrész van, nagyon nagy rendnek kell lenni abban a motorban, hogy az rendesen működjön. Itt is, hogyha azt akarod, hogy a tudatodban rend legyen, azt a rendet ki kell vetíteni a térbe. A szertartás pontosan ezt csinálja. Rengeteg funkciója van, de a kérdésed szempontjából azt tudom mondani, hogy egy szertartásrend egy rendkívül világos hierarchiát hoz létre kívül, azért, hogy az belül is megvalósuljon. Tehát az, amiről a szertartás szól, sokféle szertartás van, fogadalmi esküvői, búcsúzó, halotti, egyebek, és van a rendes napi éneklés. Miről szólnak ezek? Arról szólnak, hogy a tudatodban a legmagasabb rendű legyen a legfontosabb helyen. Ezért van oltár. Tehát a rend az a belső rendet szolgálja. Az énekek tartalma a tudat tisztítását szolgálja, a közös ugye, norma rendszer, az, hogy mindenki ugyanazt csinálja, az a közösség harmonikus működését szolgálja. Az, hogy a szertartások alatt pontosan mi történik, csak részben tapasztalható érzékszervi úton, mert az érzékszervek fölötti a transzcendens birodalom felé irányul, azt nyitja meg, akármilyen szertartásod van. Úgyhogy segít magadban és a csoportban helyre tenni a dolgokat úgy, hogy ezt nem valaki leosztja kézből kézbe, hanem úgy, hogy közösen létrehozzuk, közösen megcsináljuk. És a rend lehet, hogy szigorúnak tűnik elsőre, vagy esetleg szokatlannak, de a vezetést is tanulni kell. A belső égési motorok működését is tanulni kell, és ha egyszer hozzászoktál, akkor nagyon ösztönösen világosan működik. Úgyhogy ez a rend minket szolgál. Az elmúlt három napban megismerti -e minket együtt is és külön-külön is. Van-e valami, ami tanácsal útnak indítaná minket az elkövetkező néhány hónapnak ahhoz, hogy igazán jól sikerüljön a fesztivál? Ott kezdeném, ami a térjátékokkal nyilvánvalóvá vált, hogy érzelmileg ez a csapat milyen elképesztően jól együtt van. A Hétköznapok együttműködésében ez biztos, hogy már, meg, már megmutatkozott. Ami viszont itt nem mutatkozik, meg csak ugye, energetikailag, tudatilag föl tudsz rákészülni, és a workshop célja is részben ez volt, Ugye amikor konfliktusok vannak, szakítópróbák vannak, stresszdús helyzetek vannak, akkor mit csinálsz? Tehát a hullám tartomány szélesítését javaslom, vagy akkor is tartsd meg az egymás iránti szeretetet, amikor éppen egy elfogadhatatlan dolgot csinál a másik. Amikor olyan elképesztő hibát követel, hogy az ítéletalkotó tudatod ordít, mint a t és meg akarja ölni. Tehát soha se felejtjük el azt, hogy egy csapat vagyunk, egy valamilyen célért dolgozunk, és a vélemények helyett a tényeket kell alapul venni, még a legforróbb és legégetőbb konfliktusban is. Tehát, amikor boldog békeidőben aprítjuk a diót, és törjük a héjakat, és nevetünk, és boldogok vagyunk, az, az fantasztikus. És akkor összemegyünk a városi környezetbe, előkerülnek elő az Excel táblák, a Word dokumentumok és az egyéb prezentációk, és akkor a tudatok szét tudnak törni részletekre, egyéni meggondolásokra, véleményekre, és hogy akkor tud megtartani, hogy akkor is az legyen, ami fölfelé az ösvényen a helytetőre. Az a fontos, hogy egy adott helyzetben lásd a magad szerepét a csoportban, és azt ne ugye, játsz túl, és ne uh, múld alul. Tehát se alul, se fölül nem múljuk magunkat, és amit Ázsiából el lehet tanulni, az az, hogy a csoport az első, az egyén a második. Ahogy Ázsiának meg kell tanulni azt, hogy az egyéni felelősség nem hagyható figyelmen kívül a csoportmunkában, csak hogy kiegyensúlyozzuk, mert ott meg az a probléma. Tehát az egyén és a csoport közötti egyensúly az kulcs ahhoz, hogy mindenki egyéni felelősséggel kreatívan, megbízhatóan végezze a munkáját, de a csoportorientáció, hogy a közös cél előbbre való, mint én, az segít a véleményeket, az egyéni néha önző meggondolásokat teljesen félretenni, és akkor a közös cél megvalósításából mindenki sokkal többet profitál, mint hogyha a saját maga megpróbálja valahogy kikaparni. Nem csak a gesztenyét, hanem azt a komfortzónát a csoporton belül, ahol ő szentnek és sérthetetlennek érzi magát. Ahol én egy olyan autoritású vagyok, hogy soha senki nem szólhat hozzám. Tehát a megszólíthatóság megmaradása, a feladat legprofibellátása és az együttműködés, ez a három együtt, ez mindig kemény dió volt, van és lesz. A másik, amit viszont én látok, számomra nagyon értékesnek, hogy két irányú legyen a dolog, az a szinte láthatatlan vezetési stílus, amit Csabitól látok. Az én vezetési stílusom teljesen más. Tehát nagyon explicit, nagyon sarkos, nagyon fegyelmezett és fegyelmet kívánó. És itt azt látom, hogy egy szinte láthatatlan vezető van, aki viszont mindent átfog. És ez a vezetési stílus, ez érték tehát én mindenkit kérek arra, hogy ismerje fel ezt az értéket, és ne éljen vissza vele soha. Tehát ne keményítse meg azt, ami lágy. Az úgy jó, ahogy van. Tehát ez a Yin-típusú, befogadó, elfogadó, először meghallgató, először megérző vezető típus, és uh, ilyen alapon csapatot építeni az első időkben sokkal nehezebb. Mert láthatólag sokkal kevésbé van megmondva neked, hogy mi a dolgod, sokkal kevésebb tiltás érvényesül az elején, és inkább a kudarcokból és a közös tapasztalatokból lehet tanulni, semmint abból, hogy van egy szabályrendszer, amit valaki így betartat veled. Oké? Okay? Tehát tessék ezt megbecsülni. És akkor megy. Egyéb kérdés? Egy előző kérdés, amit fogalmaznám újra a komfortzónával kapcsolatban, hogy, hogy akkor egy, egy ilyen átfogó definíciót, hogyha tudnál mondani arról, hogy mit is jelent a komfortzónánk, hogyan is működik, és mit jelent abból kilépni, illetve hogy ki kell -e lépni belőle, és hogyha már kint vagyunk, akkor mondjuk le lehet -e élni egy életet a komfortzónánkon kívül, és hogy az hogy néz ki. Köszönöm. Na most milyen hosszú választ szeretnél? Egy, egy, ilyen komfortos választ, vagy egy ilyen nagyon kényelmetlen hosszú választ? Egy szó, mint száz. A, a komfortzóna az, ahol az éned a megszokásaja miatt és azok alapján otthon érzi magát, és azt mondja, hogy ez én vagyok. Ez az én gondolkodásmódom, ez az én érzelemvilágom, ez az én reakciótípusom, kvázi az én vagyok. Amire azt mondod, hogy ez én vagyok, az a komfortzónád. És ennek kőkemény ego határai vannak, kőkemény önvédelmi mechanizmusai vannak, nehogy valaki ezt a komfortzónát kívülről bármi módon meg akarja változtatni, mert szóljanak bele az életembe. Az emberi élet olyan, hogy állandóan beleszólnak. Úgyhogy világos, hogy a komfortzóna határait tágítani kell, és néha ki is kell lépni belőle. Egy-egy konfliktus, vagy egy-egy megoldatlanság ki is robbant onnan, hogy azt érzed, hogy az eddig ismert világ az úgy összedőlt. Az úgy kaput. És fel kell találnod magad újra, újra kell írni az LD betűket az égre, ahhoz, hogy te egy új emberként működhess és funkcionálj. Erre a tapasztalatra néha nagyon szükség van, hogy, hogy ne az legyél, akinek mindig tudtad magad. Hogy ez milyen veszélyes, hogy az ember ragaszkodik a komfortzónájához, ez nem pusztán egy ugye, mindennapi eset. Az extrém helyzetekben is előfordul. Mindenki olvasta szerintem rejtő egy pár regényét, de a csontbrigádot ne tessék kihagyni. Ott van egy olyan helyzet, amikor már kiderül, hogy a brigád ártatlan, már kiderül, hogy teljesen koholt vádak alapján, egy koncepció alapján tartották őket fönt kényszermunkában éveken keresztül és megvan a lehetőség, hogy elmenjenek abból az erődből. És lejönnek a pokoltetőről, de ott maradnak az erődben. És nem mennek el Párizsba, és nem fogadják el a hatalmas rehabilitációs összeget, és megkérdezi a főhős, aki persze elveszi a nőt feleségül, és ahogy az kell, Párizsban szépen éli az életét, de mielőtt ez megtörténik, megkérdezi a brigánot, hogy miért nem jöttök el. És erre ez a válasz, mert ez a mi szenvedésünk. Itt biztos. Tehát ez a kettő együtt, ez a komfortzóna, még akkor is, hogyha szenvedsz benne. Ha a saját poklod, de akkor is a saját poklod. És a biztonságérzet feladása sokkal nehezebb, mint a szenvedéstől való megszabadulás. Tehát először föl kell adni a szenvedés biztosságát, és utána tudsz megszabadulni tőle. Tehát ahhoz, hogy ebből a komfortzónából kilép, elképesztően átformáló, katartikus, nem várt esemény sorra van szükség. És ezek nem pusztán válságok, ezek átalakító, megtisztító, néha nehéznek, néha könnyűnek titulált esetek, beszédben, tettben, érintésben, bármiben. És néha elég egy mondat. Nézd az utcán, és egy öt éves gyerek az anyjának elmond egy mondatot, és ez téged lever, mint vaka És van úgy, hogy katonasság, aki volt katona, tudja, és ordítanak veled, és fegyver, és lőgyakorlat, és ott állsz, és belül mozdulatlan minden, és végrehajtod a parancsot, és éberen végélt az egészet, és nem történt semmi. Tudod? És e két szélsőség között még egy csomó minden. Tehát a komfortzona azért hagyandó el, vagy tágítandó ki, mert ha te tudatosan nem teszed, majd az élet elköveti veled. Tehát nagyon kevés közös dolog van a 7 milliárd emberben ezen a bolygón, másképp nézünk ki, mást eszünk, mást hiszünk, máshol lakunk, más nyelvet beszélünk. De az, hogy mindenki a saját önképét többször meg kell, hogy változtassa az élete során, hogy ő kinek hiszi magát, az biztos. És mi lenne, ha ez a változás folyamatos lenne? Mi lenne, hogy egy állandó, ugye tisztító mechanizmus lenne, hogy nem engeded a komfortzóna határait megszilárdulni. Nem veszel föl szilárd ego határt, Nem veszel föl szilárd énséget, amellett, hogy te ismered a személyiségedet, hogy te felelősséget választ, van egyéni tudatod, de ennek az egyéni tudatnak nincsenek fix határai pillanatról pillanatra megállapítod, hogy ezt megteszem, ezt nem teszem meg. Ebbe az irányba akarok menni, abba nem. Ezzé akarok válni, azzá nem. És mitől teszed ezt függővé, ahogy ezt a zen is tanítja, mi az az út, amin a felébredést el lehet érni, mi az az út, amin járva az összes kötöttségben élő lénynek segíteni lehet. Tehát mi a helyes irány ennek alapján. És ez dönt. Eznek a segítségével döntesz. Ez az iránytűd. Ez a mérleged. És pillanatról pillanatra, ha kell a határaidon belül maradsz, ha, ha, kell, maximálisan túllépsz rajtuk. Nincs fix határ. Jó? Determinációban vagy szabad akarattal élünk. Mi lenne a mindkettővel? Az lenne a legszimpatikusabb. Tehát szabadon, szabadon döntesz, és a döntéseit, következményeit viselni kell. Ezek a következmények bizony determinálnak, de nem abszolút, hanem relatív értékben, például, hogy mennyire tudod fölülírni. Ha valaki egy akkora sziklát gördít magára a hegy tetejéről, hogy az agyon nyomja, elég determináns a vége, egy új test kell. Ha pedig egy ilyen apró kis kavicsot fölveszek, feldobod, feldobod, és egyszerűen csak elkapod a kezedben akkor pedig az a következmény. Tehát a tett és a következménye is relatív, tehát egyéb körülményektől és kondícióktól függ, és a szabad akarat is ilyen. Tehát aki ezen érzékszerfesz kötött testben száz százalékig abszolút értékű szabad akaratról beszél, az még valamit nem vett észre de van egyéni szabad akaratunk, és van egy feltételhez kötött kőkemény okozati sík, ami ebben a világban megvalósul. És ebből mindannyian tanulunk. Itt mindannyian belátásra kényszerülünk. Miért? Mert nem az akaratunk szerint alakulnak a dolgok nagyon sokszor. És megkérdezed, mit rontottam el? Miért hagyott el? Miért vallottam kudarcot? Miért ment csődbe? Hát nem ezt akartam. Akkor miért lett ez az eredmény? Ez az akarat és a megvalósulás közötti elképesztő különbség és torzulat, ez egyenesen arányos az általad realitásként felfogott illúzió tömeggel. Ha a realitást realitásként, az illúziót illúzióként fogod fel akkor nem lennének ilyen esetek. Egyszerűen. Nagyjából láttad már, hogy milyen programokkal készülünk a fesztiválon, hogy hallottad már. Van-e valami jó tanács a fesztiválozóknak, vagy ha azt mondanánk neked, hogy adj feladatot a fesztiválig nekik, egy gondolkodási feladatot, adnál-e ilyet, mi lenne az? Hát az első az, hogy ez nem tízezer ember, tízezer pici Everness fesztiválja, ez egy hatalmas fesztivál, amin részt vesz tízezer ember. Ez egy szemléletbeli különbség. A szervezők és lebonyolítók részére ugyanez. Nem egy logisztikai, művészeti, pénzügyi és egyéb fesztivál zajlik, hanem egy hatalmas fesztiválnak van pénzügyi, logisztikai és egyéb aspektusa és oldala. Tehát így összefüggéseiben lássuk ezeket a dolgokat, és a, a tanácsom csak az, hogy 360 fokos körben figyelj. Ne csak magad elé, vagy oldalt, vagy hátra, hanem lásd meg a tetteidnek, a beszédednek, az érzelmeidnek, a cselekedeteidnek, mindennek az ok és okozati viszonyait. Pillanatról pillanatra. Cselekedetet és a szót soha ne cseréljük föl. Az egyik jelölheti a másikat, de nem cserélhető föl egymással. Az érzelmeket és a gondolatokat ne cseréljük föl. Szólhat az egyik a másikról, de a gondolat a gondolat, az érzelem az érzelem, a szó a szó a tett, az tett. És hogyha az egyiket nem próbáljuk a másikként forgalmazni, akkor biztos, hogy siker lesz. Beszéltünk egyébként a hierarchikus és horizontális ugye, csapatszemléletről, és azt mondtam, hogy fontosnak látom az egyensúlyt a vertikális és a horizontális aspektusban, hogy tud, hogy mikor kiegyenlített a kommunikáció és a kapcsolat, és tud hogy mikor vagy nagyon szilárdan alárendelve egy más ember akaratának, illetve neked egy más ember. Pontosan azért, hogy a közös cél megvalósuljon. Hogy mikor van tér a véleménykifejtésnek, a kritikának, az ellentmondásnak, és mikor kell azt mondani, hogy yes sir, yes ma'am, és gondolkodás nélkül, pillanatnyi készen nélkül megcsinálod és végrehajtod. Tehát ennek a két szemléletnek a megfelelő érvényesülése a megfelelő pillanatban, ez kulcs ez kulcs, hogy hány rétegen keresztül kell a döntésnek mennie, hány alcsoportra, vagy éppen bizottságra, döntéshozói körre alapoztok. Ez mind-mind ennek az egyensúly törekvésnek lesz a következménye. Köszönöm. Érdekelne egy különbség és hasonlóság mondjuk a zen és a többi buddhista irányzat között, és hogy miért, miért ajánlod a zent, illetve kinek, vagy kinek nem? Nem szeretném a zent más buddhista irányzatokkal összehasonlítani, ettől megkímélek mindenkit, magamat is, másokat is. Egyszerűen terméketlennek tartom. Ez nem rólad szól, vagy a kérdésedről. Hogy miért ajánlom a zent bárkinek, arról tudok beszélni, egyszerűen azért, mert működik. Ha nem működne, nem csinálnám és bárki tud hozzá alkalmazkodni, bárki fel tudni a feladathoz, bárki lejjebb tud adni magából, csak az igazi kérdés, hogy ezt a zeneszközeivel gondolja-e, vagy sem. Csinálj valamilyen hagyományt, folyamatosan teljes odaadással tíz évig, és van eredmény. De az első évben nem tudod azt megcsinálni, hogy bármely hagyományjal dolgozol, ha jól csinálod az adott tíz évet, akkor viszont a végén bármely hagyományjal tudnál dolgozni. És rájössz, hogy mindig is te voltál a fal vagy az akadály. Tehát nekem olyan ítéleteim, szelekcióim és döntéseim voltak, amelyek a zent tették számomra működőképessé, elfogadhatóvá. Ebben a tanítóban tudtam hinni ezt a hagyományt, ugye ismertem meg. Most azt mondom, hogy ha úgy hoznám a sors, és azt kéne tennem, bármely hagyományban elboldogulnék, még a nem buddhistában is. Tehát tudnám úgy gyakorolni, hogy az működjön magam számára és mások számára is az alapértékek tiszteletben tartásával, az alapcél követésével. Tehát akinek éppen megfelel az ember úgy gondolja, hogy ez számára jobb, célra vezetőbb, közvetlenebb, az nyugodtan tegye ezt abban a tudatban, hogy ez csak is rajta múlik, és nem a hagyományon. Ez nem egy másik hagyomány közti különbséget jelenti, hanem azt, hogy annak az embernek ott és akkor pont a zen tudja megadni úgy és azt a választ, amivel tud dolgozni, amiről úgy érzi, hogy az segít, csak akkor abban tud bízni, azzal tud társulni. Úgyhogy eszenciálisan a hagyományok is üresek, tehát nincs különbség köztük. De mi, a mi tudatunkkal, ami nem üres, amiben van egy csomó én, amiben van egy csomó olyasfél, ami választ, ami emlékszik, ami érzékel, és a többi, ezzel nem tudunk mindenhez és mindenkihez ugyanúgy viszonyulni. És ezért kell a sokféle hagyomány. Ezért kell rengeteg olyasféle variáció, mint hogy a dzsungelben is tízezernyi növényfaj van ahhoz, hogy a természet működjön. Tehát rengeteg hagyományfajta és féle kell ahhoz, hogy az emberek az egyéni gondolkodásukkal valahol azt mondják, hogy igen, ez az. Na, ez a legjobb. Nekem ez kell. Ez a tanító. Ez sokkal jobb, mint a másik. Mondjam már. De az elején nagyon fontos. Jó? Úgy érzem, hogy egy kicsit kapcsolódik ehhez a kérdés, hogy mi az, amiben te az Everness Fesztivál értékét látod? Pontosan ebben a sokszínűségben, nyitottságban, abban az elfogadásban, hogy mindenki, aki működik, és, és szeretne valamit autentikusan, tiszta szándékkal kinyilvánítani, a közzel így megosztani és közkincsét tenni, az jöhet. Tehát csak akkor látok kizáró tényezőt, ahol máshol is, és ez nem Everness ugye, sajátosság, ha valaki vagy valakik csak saját maguknak dolgoznak, ha ítéletet alkotnak, ha mások fölé vagy nagyon alá helyezik magukat. Ezek, ez egy természetes szelekció. Tehát aki együtt tud működni a többivel, aki valamit közkéntsi akar tenni, aki az eredetiségre törekszik, és valahol ennek a meghaladó szellemiségnek az irányával egyetért, vagy egy új élményt akar adni, pont ezt a komfortzónát akarja kitágítani, magyarul javítani, tisztítani, gazdagítani akar, az mind-mind úgy tűnik, hogy belefér. A kérdés, hogy sokszor um, hallottam már azt, és uh, többször ugye, próbálom is ezt, ezt az állapotot elén, nem, mint, hogy uh, hogyha van egy érzése az embernek, és uh, nem megy bele az érzésbe, akkor ugye ez többször uh, visszatérhet. Tehát, hogy mondjuk nem éljük meg azt az adott uh, dolgot, érzelmet, hanem elf elfolytjuk magunkba, akkor uh, az később is ugye visszatérhet. Tehát magyarul ugye sokszor uh, azt lehet tapasztalni, a, a ismeres is, hogy ugye az ember mindig egy magas, uh, úgymond jó kedve, ugye pozitívan akar mindig élni, egy magas energiaszinte lehet azt mondani, és hogy a, ezeket a hullámvölgyeket nem akarjuk megélni, hanem hogy abban nem megyünk bele sok esetben. Tehát, hogy mi a, mi a javaslatod arra, hogy, hogy honna, Onnan tudjuk, hogy, hogy még onnan, még, még lejjebb kéne menni, hogy bele, bele tudjunk menni ebbe az érzésbe. A kérdéssel látszólag egy, de valójában kettő. Az első elfolytott tudattartalmakra vonatkozott, tehát érzelmekre, gondolatokra, és a belemenés az, ami átvitte a második fázisba, hogy a tudat hullámvölgyei energetikailag, életérzésben, stb. 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 A kettő között van összefüggés, de ezek nem ugyanazok. Tehát az elsővel foglalkoznék először, ha bele is mennél azokba az érzelmekbe, és nem folytanád el őket, akkor is visszajönnének. Csak másképp. Nyíltabban. Megjósolhatókban. Ha elfolytod őket, akkor lemondtál arról, hogy átlásd, hogy milyen körülmények között keletkeznek azok az érzelmek, és milyen körülmények között múlnak el. Tehát hátulról jönnek vissza, sokkal, de sokkal megjósolhatatlanabbul. Kevésbé uralod őket. És ezért az elfogyott tudattartalmak uralkodnak a gazdán, az emberen előbb-utóbb. És ekkor jössz rá, hogy ez így nem megy. Hogy erősebb a karmád, mint te. És ekkor megfordul az egész, nem folytod el, már belemenni nem akarsz annyira biztos, mint korábban. És látod. Tehát a nem kiélés, belemenés és nem elfolytás között mi az egyensúly állapot, a látás. És onnan döntöd el, hogy igen, vagy nem. Ez teljesen más döntés, mint hogy magadra borítod ugye, az egészet, vagy pedig úgy teszel, mintha nem lenne. Egyik se jó. Tehát itt is a két szélsőséget megtapasztalod, és onnantól kezdve már másképp viselkedsz. Magad felé is. Tehát meglátod a saját tudatod tiszta terében, a saját tiszta, tükörszerű, eredeti tudatod fényében, hogy milyen jelenséggel van dolgod, milyen érzelmekkel. Minél nagyobb a tudattere, annál előbb látja. Minél tisztább a tükör, annál akkurátusabban mutatja, annál alaposabb az okozati kapcsolat is az érzelmek között, vagy az érzelmek és egyéb jelenségek között. A másik, hullámhegy, hullámvölgy. Te ültél hullámvasúton gyerekkorodban? engem se lehetett robbantani, belőle én annyira szerettem. Tehát <laughs> akkor még volt tovább benne, csak kiadtad a 20 est, és már mehetél tovább. És a lényeg az, hogy ha nem fogadod el a tudat hullámvölgyeit, akkor előbb-utóbb egy ilyen nagyon-nagyon komoly hiánytünettel és frusztrációval tele életed lesz, hogy úristen, leestem a magas frekiről, mi történt, miért csökkent az energiaszintem? Ugyan már az teljesen természetes, hogy hullámbas utazunk. Rendben van az, hogy van olyan nap, hogy úgy kelsz föl, hogy nem tudsz fölkelni. És van olyan nap, hogy kipattansz az ágyba, és az a nyomba, hol a cementes viszem. Tehát van ilyen nap is, és van olyan, hogy kiskanállal kell összeszedni. És össze is szednek. És milyen jó az. De a lényeg az, hogy ez az energia nem csak a tiéd, ezért mondom. Tehát ez kölcsönhatásban létezik a párodal, a környezeteddel, mindennel. Tehát van egy nagyon komoly adás és vétel, közlekedés a környezeted és közted, ahol ez az energia felesleg vagy hiány kiegyenlítődhet és az igazi szellemi gyakorlatok ezt is szolgálják, ezt a fajta egyensúlyba kerülést, kiegyenlítődést, hogy ne a környezettől szívjuk el, amikor nekünk nincs. Amikor a környezet el tudja fogadni, akkor adhatunk, csak vigyázzunk, hogy ne úgy adjunk, ahogy az nem kell. Tudod? zen tanítás. Amikor éhes vagy, egyél, szomjas vagy, így áll. Ha valaki más éhes, adj neki enni, ha valaki más szomjas, adj neki inni. Ez ilyen banálisan egyszerűnek tűnik. De ha lefordítod a mindennapi életed tudat és energiállapotaira, nagyon gyakran iszunk, amikor éhesek vagyunk. És amikor más valaki szomjas, akkor valami kaját akarunk ledörgölni a száján nem ismerjük föl, hogy mire van szükségünk, vagy a másiknak mire van szüksége ahhoz, hogy egy tisztább, erőteljesebb, energiadúsabb tudattal éljen. Tehát ennek a felismerése az elsődleges, utána már nagyon könnyű alkalmazni mindenféle eszközt. Jó? É, elhangzott egy olyan mondatot, hogyha, hogy ha, ha jól emlékszem, hogy ha valaki nem hagyja el direkt a komfortzónáját, vagy nagyon megszilárdítja annak a falait, akkor egy idő után az élet fogja arra kényszeríteni, hogy, hogy ez megtörténjen. Pontosan. jelenti ez azt is, hogy ha folyamatosan adagoljuk magunknak a fájdalmat, akkor nem fog minket nagy fájdalom élni. Tehát, hogy van-e ilyen szabály, hogy, hogyha mindig egy kicsit fáj, akkor utána nem fog fájni nagyon. Tehát el lehet kerülni. Dani, nem ütök. Tehát ne legyél mazoista, nem jó. Tehát nem kell ilyen gyorsan aktualizálni ezt. A komfortzónának nagyon sok tartalma van, és az azon kívüli világnak is nagyon sokféle impulzusa van. Ne félj! Ne félj! Mert ebből jött a fájdalomteli kérdés. Tehát inkább arra mutatnék rá, hogy a félelem és a fájdalom mennyire összefügg. Inkább erről beszéljünk annyira össze tud függni, hogy euh, bizonyos nagyon csúnya helyeken, ahol azzal foglalkoznak, hogy embereknek fájdalmat és félelmet okoznak egyszerre, ott kiderült, hogy a félelem a fájdalom 95 áért felelős, és a fizikai impulzus az szinte semmi. Tehát, ha a tudatot olyan állapotba hozod, hogy elképesztően fél retteg, akkor egy hétköznapi szinten normális fizikai impulzusra meg tud halni. És közben fizikailag csak ennyi történt. De a félelme elvégezte a többit. Célja az a meditációnak, hogy felhozza rossz érzéseket, hogy felkavarjon dolgokat. Hogy felhozza? Hát jön az magától is. ha nem? Hát nem biztos, mert lehet, hogy csak jó érzések jönnek. Meddig? Meddig? Első öt perc? Első nap? Hát nekem nem. Megtanítod? Lénci. Tehát egy ideig a jó feelingek jönnek, persze, mert azokkal szeret foglalkozni az ember főleg, hogy, hogy érezzem már jó magam egy picit. Tehát, hogy azért annyira durva kint az élet, így megtanították ezt a... Hmm. Tengerparton vagyok fekszem a lágy forró homokban, és a lábamat mosogatják a tenger hullámai, és ez eltart egy ideig, csak akkor kéne a, a krokodil, vagy megeszik a tápa, vagy valami hasonló, tehát ezt egy darabig lehet csinálni, és akkor az, amit a tudatküszöb alatt ott őrzöl, mint a kuktában a fővő sonka, és így puff, így lerepíti a tetőt. Miért? Mert meglazítottad a szigetelést. Tehát engedted, hogy az éned tudatos és tudattalan határai, ezek elkezdjenek mozogni. És ilyenkor a tudattalamból elkezd így, jön föl az iszap. Ez még nem nyersolaj, ez, itt még nincsen nagy energia, nincsen semmi, csak jó kis trutyi. És ez a sok-sok befejezetlenség, az aggodalom, a félelem, az összes olyan, amit elnyomtál, hogy ez nem én vagyok. Na de ha te csináltad, és ragaszkodsz hozzá, mert azt mondod, hogy rossz, tehát az identitáshoz nem kell más, csak polaritás. Azt mondja, hogy jó, megkötöd. Azt mondta, hogy rossz, megkötöd. És a rosszat azt letolod a tudat küszöbb alá, mert az nem én vagyok, azt nem akarom látni, csak a szépre emlékezem, csak a jóval foglalkozom, csak a kellemes érzések kellenek. Na, elkezdesz meditálni, hogy még jobb legyen, most egyszer csak megfordul a homokóra, és a múlt homályából a Brachiosaurus odajön, és így kitátja a kis száját, hogy én vagyok a te kis karmád, és most jól megeszlek. Tehát ez egy, ez egy olyan élmény, amikor azt mondod, hogy hát én ez nem is vagyok, ez nem is így van. <laughs> és akkor egyszer csak rájössz, hogy Reni nem is az a Reni, akit eddig, eddig Renének gondoltál, és ami egész más van itt a motorháztető alatt, és akkor el kell kezdeni foglalkozni azzal, amit sose akartál látni, de mégis kell. Tehát ekkor kezdesz felnőtté válni. És ez nem egy szellemvasút, tehát ez nem olyan, hogy ilyen ö, nagyon komoly ö, rémisztgetés van, akkor, ha a reaktív tudatot meg tudod különböztetni a látástól. Ez egy primér, belátó, észrevevő, apercipiáló tudat, és arra van a reakció, hogy úristen, hát én hogy gondolkodhatom így arról, akit egyébként a barátomnak, barátnőmnek mondok? És észreveszed a kést a kezedben, tehát is szépen a tesüt, Tegyük le. Jó? Tehát, amikor ilyen dolgok jönnek föl, lásd. Ez a látás, amit a Buddha vidjának mondott, és a gyána iskolák is gyakorolják, azok közvetlenül, mindenféle köztes rendszer nélkül, a gyánából lett a csanna, a csan és a zen. Tehát az egyévált, elmélyült látó tudat egyszerre ez a gyána. Mind a három. Elmélyült, egyévált látó. És ekkor van az, hogy az összes archetípusodat, az összes olálkodó démonodat ennek a látásnak a fényével úgy látod, ahogy van, a maga olyanságában, ilyenségében, és nem ijedsz meg sem attól, amit magadnak tudsz, sem attól, amit még nem láttál, de mégiscsak el kell ismerned, hogy te csináltad, te gondoltad, te érezted, te mondtad. Tehát ö, akkor azt mondod, hogy ö, ha valaki elég ideig meditál, akkor ez mindenképpen megtörténik. Lehet-e rosszul meditálni? Lehet, lehet, lehet. A rossz meditáció az, amikor azt hiszed, hogy a technika gyakorlása elég. Amikor azt hiszed, hogy a poharat iszod meg, és nem a vizet. Amikor azt gondolod, hogy egy formának a fegyelmezett betartása az belső eredményekkel jár. Nem. Nincs ilyen ekvivalencia. Van olyan ember, aki 20 évig bújik a forma mögé, és 20 évig építi a tűzfalat egy mentális technikával. És, és amikor meg kell halni, akkor jön fel a félelem. Soha nem oldotta meg a feladatot, csak úgy tett, mintha. Tehát a magadhoz való őszintesség az elsődleges meditációs technika. A látásnak a feltétlen elfogadása az alapvető út. Arra, hogy milyen hagyományt raksz, milyen Külsőségek, milyen színű ruha, milyen ének, milyen nyelv, teljesen mindegy. Az a pohár. Az élet vize, a tiszta tudat vize, az az, hogy mersz őszinte lenni magaddal. Én ezt a kérdést folytatnám, tehát akkor honnan tudom, hogy ez már a meditáció maga? Honnan tudod, hogy nem az? Mit tekintünk annak? Mit nem tekintünk annak? Hol van a határ, mondjuk egy relaxáció között a meditációval kapcsolatban, még akkor is, hogyha formailag megtartod ugyanazt a részét, még akkor is, hogyha mantrázol, de tudatilag mit kéne tapasztalnod? Egy teljesen üres gondolatmentességet, vagy azt, amikor jönnek fel az érzelmek benned, amikor jönnek fel régi emlékek, sérelmek, bármik. Jól harcolsz, tetszik. Tehát ha a látás meditáció, ha a lélek tükrébe való nézés meditáció, akkor ennek a tükörnek a szándékos eltakarása, összetörése, eltorzítása, ez nem az. Mert arra törekszel, hogy ne láss. Arra törekszel, hogy a saját emberi természetedet, a buddha természetedet ne valósítsd meg, hogy beszenyezd, hogy eltorzítsd. Az a vicc, hogy ettől ez nem tud megsemmisülni, sőt az ezáltal tapasztalt szenvedés további meditációra sarkal. Tehát ahhoz már kellett látni valamit, hogy később azt ne akart. Ahhoz már kellett tapasztalni valamit, hogy azt később elutasítsd. Tehát senki se teljesen süketen, vakon és bután születik. Tehát van egy komoly érzékszerű tevékenységünk, amit bizonyos mértékig belátunk és átlátunk. Ez az alaphelyzet, ez az a működés, amivel indulunk. Tehát nem vagyunk teljesen megvilágosodottak, és nem vagyunk teljesen belekötve az átlátatlan érzékszerű folyamatokba. Hiszen akkor tényleg nem különböznénk az állatoktól. Tehát, hogy ezt a természetet, ezt a látót, ezt mennyire pucolod ki, és mennyire hagyod elködösülni, vagy szándékosan torzítod el, nagyon sok olyan ember van, aki menekül a látástól. Menekül attól, hogy mélyebben magára ismerjen, vagy a világ működését mélyebben megismerjen. Ez akkor van, amikor egy olyan kedves illúzióról kellene lemondani, mert kiderült, hogy illúzió, amit te mindenáron meg akarsz kötni. Ez nagy a mulandossággal kapcsolatos, de a feltételezkötöttséggel is. Tehát tudunk nem meditálni, csak ez nem ilyen technika függő, hogy melyik technika az, melyik nem, melyik hagyomány tudja ezt jobban, melyik kevésbé, hanem az ember szándéka szerint eldöntheti, hogy mostantól kezdve hazudok magamnak. Mostantól kezdve nem akarok látni. Mostantól kezdve az illúziót akarom realitásnak venni, és ez sohasem itt dől el. Ez sohasem egy explicit kognitív döntés, mert akkor vissza tudnád fordítani. Ez érzékszervek és érzelmek döntése nagyon sokszor. Úgyhogy, ha látni akarsz, hogyha tiszta tudattal akarsz élni, hogyha meg akarsz szabadulni az illúzióktól, ha át akarod látni a karma működését, és valahol uralni azt, akkor az meditáció, akármilyen technika vagy hagyomány legyen. Az ennek kérdésem, hogy a, az a, a tudatossági szint, vagy megemelkedett ö, tudatossági állapot, amit ti zenszerződésként el tudtok érni, így elvonultan, képesek vagytok rá? Hát, az, ha csak úgy nem, igen. Az, az elérhető-e a világi ember számára, a világi életmódot folytatva? Hát gondolok itt arra, hogy klasszikus családmodellben nem elvonultan alkalmazottként vagy vállalkozóként működve. Tehát, hogy hát abban a klasszikus modellben, amit, amit ugye élünk odakint, rostoron kívül, de, de mégis picit úgy, úgy figyel, figyelve azok az értékekre, amiket ti képviseltek például. Engem a klasszikus fogott meg a kérdésben. Tehát. Mi a klasszikus család? Hát ez a apu, anyu gyerekek. <laughs> Oké. Okay. Akkor nagyjából, nagyjából hasonló klasszikus elméletekkel dolgozunk, hogy ugye, ugye klasszikus, hogy havonta egyszer veszekszünk, hetente egyszer, fél évente egyszer. Tehát mi a klasszikus veszekedés arány? Tehát, tehát igen, a válaszom az, hogy lehet, a megfelelő egyensúly fenntartásával. Tehát a formális gyakorlat, és a kinti élet. A bensőddel való foglalkozás és a külső dolgokkal való foglalkozás. Ezek valahogy egyensúlyba kell, hogy kerüljenek. Ha nem, akkor az élet megtanít arra, hogy hol van egyensúlyzavar, és ott leszel beteg, ott leszel depressziós, ott leszel mániákus, ott leszel narcisztikus cezaromán, amit akarsz. Tehát ahol a tudat komplexusai egy zárt kört, egy funkcionálisan autonóm komplexust alkotnak, ott van a betegség. És ez néha a kőkeményen fizikailag is megmutatkozik, és néha az agyban rögtön ez így, kész, nem tudok nem tók kikapcsolni. Bepörögtem, és állandóan pörögök, És nem tudok csendben maradni, nem tudok lelassítani, nem tudok a másikra figyelni. Na, ekkor egyensúlyzavar van. És ahhoz, hogy ez ne így legyen, ahhoz kell néha teljesen kihúzni a dugót, és visszatérni az eredeti tudathoz, ami nem név, nem forma, nem beszéd, nem cselekvés, nem érzelem, nem gondolat. Amikor ez nyilvánvalóvá válik, akkor az ember az életmódjába beépít havonta egy elvonulást, hétvégenként legalább egy napot, amikor nyugi van, reggel este esetleg valami meditatív foglalkozást, mielőtt a gyerekek fölkelnek, vagy miután lefeküdtek, mert amíg ott a zsibi van, addig nem lehet. És akkor rájössz arra, hogy ha jól figyeled azt, akik tényleg ezt az értéket képviselik, hogy őnek is megvan ez az egyensúly. Csak visszafelé. Nem végigülnek a templomban. Három hónapos elvonulás, aztán klasszikusan, a klasszikus szerzetesi modellben van egy kis munka, utazás, tanítás, attól függ, milyen karmája van, mint szerzetes. Tehát van templomi munka, van kinti munka, nagyon sokan karitatív szervezeteknél dolgoznak, Koreában is, és van, aki szutrát fordít. Tudod? Tehát itt is megvan az, ami a külvilággal való kapcsolat, vagy egy csoportmunka szintjén ugye megforgatja a komposztot, és tevékenységgel ruházza föl a tudatot. És aztán az eltelik, elmúlt a három hónap, csöngetnek, és akkor beül az újabb három hónaposra. És akkor megint egy hatalmas pucolás van. És utána ismételten, ugye Hécsi, laza időszak, és akkor megint a tevékenység vasvillájával átforgatod a karmát, komposztját. Hajlamos vagyok ö, agyból, fejből azt gondolni, hogy szükségem van meditációra és egyéb. Ö, önfejlesztő technikákra, ám de nem mindig vagyok biztos benne, hogy ennek valóban teret is engedek az, a, az életemben, hanem csak mint egy, mint, egy, mint egy technika elvárom, hogy működjön. Az a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt valahogy előhozni, hogy szívből működjön. Valóban a, az eredményét várjuk, és ne csak a technikát gyakoroljuk. Tehát ahhoz, hogy az ember teret adjon a meditációnak, ahhoz az érzékszervi tevékenységeket egy bizonyos fokon le kell állítani, különben túl vannak vezérelve, és abszolút felborítanak. Tehát meg tudok részegülni alkoholtól, internettől, érzékszervi tapasztalatoktól, bármitől, amikor a tudat azonosul a tárgyával. Tehát amikor a tárgyal azonosulsz, akkor elkezd így, így le. És ekkor nagyon nehéz már teret adni a meditatív tapasztalatnak, vagy egy módszernek, vagy egyébnek, de ahhoz nagyon sokat kell bukni, hogy az ember meglássa, hogy hol az elég. Tehát, hogy hol kell megállni, honnan kell visszafordulni. És ez nem lehet pusztán egy intellektuális döntés következménye. Ez a jó hír. De a még jobb hír az, hogyha az intellektus nem működik hozzá, akkor nem tudsz fogalmilag egy nagyon világos határt szabni, hogy elértem ideig a tapasztalatban, és nem tovább. Ez egy nagyon érett tudatot feltételez, és ez nem jön ingyen, és nem jön könnyen. Ezért kell élni, ezért kell tapasztalni, és ahogy az előző kérdésre válaszul mondtam, őszintének lenni magadhoz, és belátni, hogy ezen tapasztalatnak ez lett az eredménye magyarul, tudtam-e még teret adni a szellemi gyakorlatnak ezek után, vagy pedig fel kellett engem mosni a padlóról és összerakni kis kanállal, és akkor majd utána tudok újat alkotni, és újra letisztulni. Azt szeretném kérdezni, hogy egy negatív, egy rossz cselekedet, egy hiba következményei feloldhatók-e őszinte megbánása pusztán, anélkül, hogy a következményeit fizikai szinten viselnem kelljen. Tehát, ha valakinek kárt okoztam, akkor, de utána őszintén megbánom, esetleg megváltozik az ember, akkor milyen módon görög tovább ez a karma? Minden karmát a tudat teremt. Tehát, ha elfogadta a másik fél a megbánásodat, akkor elengedheti a fizikai részét a károkozásnak. De ha nem engedte el, mert nem fogadta el ezt a megbánást, akkor lehet, hogy behajtja rajtad, vagy ő, vagy ők. Tehát tudat függő az egész. Abszolút értéke egyik karmának sincs, sem a károkozásnak, sem pedig a megbánásnak egymáshoz képes létezik a tett és a megbánása, az elkövető tudata és az áldozat tudata. Most leegyszerűsítem, mert általánosan fogalmaztál, és ez így jó is. Tehát az elkövető és az áldozat tudata egymást feltételezi. Ha az áldozat megbocsát az elkövetőnek teljes mértékben csak a megbánás által, akkor a további fizikai következmények, hogy le akarja verni rajtad, hogy be akarja hajtani rajtad, hogy még egyebeket kell tenned, az akkor mentesíthető. De ha nem, akkor lehet, hogy az erkölcsi részét elfogadta a megbánásnak, de az anyagit pedig azt mondja, hogy akkor fizes. Tudatfüggő az egész. És ez pedig nem olyan, hogy csak a polgárjog szabályozza. Mert van valami, amit a polgárjog is ugye figyelembe vesz, ez pedig a négy nagy oszlopa egy jogrendnek, hogy most kicsit konkretizáljuk is, a jogfilozófia, jogalkotás, Jogértelmezés, jogalkalmazás. Ez a négy oszlopa minden társadalmi rendnek, és nagyon ritka az, hogy a négy közös nevezőn legyen. Tehát nézd meg azt, hogy milyen jogfilozófiai háttérrel alkotnak egy jogrendet, mi az alapcél, a szándék, és ebből milyen törvények születnek. Ez a jogalkotás. Aztán ezt értelmezik valahogy, van egy jogértelmezés, már itt óriási rés van a jogalkotói szándék és a jogértelmezői aktualizálás között, és utána van egy jogalkalmazás. Ha megnézed a végét, akkor a jogfilozófia eredeti szándéka és a jogalkalmazás aktuális működése néha homlok egyenest ellenkező tud lenni. És minél nagyobb a távolság a négy között tudatilag, nézetben, működésben annál korruptabb a társadalom. És ez az egyénre is igaz. Tehát te megbánhatod, lebarúhatsz előtte, bocsátat kérhetsz minden, és a te szándékod szerint ezzel így vége, és akkor azt mondja, hogy igen, de. Vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, és akkor másnap pedig oda megy a házadhoz, és felgyújtja. Értelmezés, alkalmazás. Tehát meg kell látni, hogy a vonal másik végén ki van, és valóban úgy megbánni, és valóban úgy működni, hogy az számára elfogadható legyen. És itt is vannak határok. Tehát meddig vagy hajlandó elmenni azért, hogy ez sikerüljön. Tehát tisztán kell látni az okot és az okozatot, és a mögöttük lévő tudatokat. És akkor tudsz dönteni, hogy idáig elmegyek, azon túl pedig akkor sem, ha nem fogadja el. Akkor sem, ha következményei vannak. Miért? Mert meghajolni, meghajlok, de megtörni nem fogok. Vagy azt választod, hogy megtörök, és akkor valaki majd összerak. Hogy nem fogod felismerni magad a tükörben, de egyszer majd csak. Ez mind-mind egyéni döntés kérdése, és ennek mind-mind külön eredménye van. Tényleg Tegnap mondtad azt, hogy, hogy végig is úgy épülünk fel, hogy 5% körülbelül az a tudatos létünk, vagy tudatos gondolataink, és a maradik 95% az pedig ilyen tudat alatti cselekvés. Azt hiszem így, így hangzott el. Jól idézed, eljábor. és a tévedés jogát fenntartva a mai napig így gondolom, látván Kért? azt, hogy hogy működünk, meg ugye az univerzum is nagyjából olyan, hogy 5%-át látod, és a 95 pedig nem. Csak ugye... Kérdés, arra vonatkoznék igazából, hogy ez mindig így volt, vagy ez e, egyáltalán miért van így, hogyha erre tudod a választ. Másik, hogy... E, Ott, onnan. A főnöktől? Hát főnöktől kellene kérdezni. De... hogy ez esetleg volt-e hogy te, vagy ez csak a mostani világunknak a, a a felszínességéből adódik, hogy nem megyünk a, a dolgok mélyére, felszínes kapcsolatokat tartunk fönt, felszínesen ismerik meg magunkat. Másképp tenném fel a kérdést azért, hogy megválaszolható legyen, és ez pedig az, hogy hogy legyen, hogyan működtessük. Az, hogy ez mióta van így, vagy volt-e másképp a múltban, ezzel nem tudunk igazából mit kezdeni, max. a kíváncsiságunkat tudjuk kielégíteni, és ilyen 4-600 oldalas könyveket tudunk keményborítósan írni, de egyébként lényegi előrelépést nem minél hogy tudnánk tenni. Hogy most hogy legyen? Most mennyire szeretnék tudatosodni? Mit akarok látni az árnyékaimból? Mennyire szeretném a tudattalonomból felhozni ezeket a dolgokat, és elárulom, nem kell fölhozni őket. Ami följön, az följön, az ember van, de nem kell külön felhozogatni. Tehát nem szoktunk kimenni a szemételepre, hogy újra megszámoljuk, hogy a konyhából mit dobtam ki. Az ott szépen komposztálódhat, nincs az a semmi baj. Ami följön, mert buta módon elfolytottam, az feljön, és akkor azzal foglalkozunk. Azt meglátjuk, és engeded, hogy a helyére kerüljön. De a tudatos és tudatalan határa az egy komoly biztonsági zóna. Azt megteheted, hogy teljesen transzparensé teszed, és engeded feljönni azt, ami fel akar jönni, és engeded lemenni azt, amit. Érze, hogy el kell felejtenem. Engedem, hogy elfelejtsem. Engedem, hogy ez már ne én legyek tudatosan, hanem a tudattalanomban legyen. Tehát legyen meg az a gyönyörűséges körforgás, ami az 5 és a 95 között egy egészséges kölcsönhatást biztosít. Másképp egészséges személyiség nem nagyon tudna létezni. Tehát egy állandó fluxus, egy állandó folyamat, nincs benne semmiféle statikus, de van tudatos és van tudattalan része a személyiségének, és ez így jó. Tehát ne akarjuk teljesen tudatosítani a tudattalan, mert megőrülsz bele. Mi lenne, hogyha az összes életedre, amit a tudattalanodban tárolsz, egyszerre emlékeznél? Tehát a teljes megkatanás. Ami viszont tapasztalatként ott van, az szépen átszüremlik a különböző stációkon, és elér a tudatosságig bizonyos formában. Közel sem úgy, ahogy azt megélted akkor, vagy tároltad hanem az összes ráadott reakcióval együtt fog érvényesülni, és szépen följön, mint a magma kamrába a láva. Úgyhogy ne dugaszoljuk el ezt a magmakamrát, de ne is menjünk lefele ilyen kis kötéllétrákkal, hogy majd mi megmártózzunk a lávában, mert olyan tűzbiztos ruhánk van. Tehát még azt a tűzbiztos ruhát is el fogja égetni. Mire az a felszínen jön, mert teljesen másképp néz ki. Tehát az egészséges kölcsönhatás a tudatos és a tudattalan között, hogy tudok emlékezni, realizálni, és tudok leválasztódni, elfelejteni, és oda szépen visszaküldöd, ez eszenciális. És ennek a működését csak spontán és a saját tapasztalatod által tudod meg, ö, megérezni és elsajátítani. Ebben elméletek nagyon kevéssé segítenek. Amit én most használok, nagyjából egy meditációs és pszichológiai szakszókincset, az csak az artikulációban segít, hogy ki tudom mondani, hogy kommunikálni tudom. De elsajátítani ezáltal nem fogod. Jó, tehát, hogy hogyan legyen, hogyan működjön. És engeded szépen a kölcsönhatásokat spontán úgy, hogy közben szapsz nekik. És akkor abban spontán a maga természetes önvalója szerint minden megmutatkozik, és akkor rendben vagy. kérdés? Mi a déjà vu szerint. Az, hogy már láttad valahol. <laughs> Oké, okay, de ez honnan? te. Hát onnan kell. lentről fölgyütt, és kiderült, hogy már láttad valahol. Elmondom. Ez úgy van, hogy egy élmény szépen tudattalamba leköltözik, rövid távon elfelejtetted, viszont a kiváltó ok hasonló lesz. Tehát hasonló körülmények között, Ugyanaz az élmény megjelenik, mint korábban. És ez, Hé, hát ilyen már volt velem. Tehát az egész úgy működik, hogy kiváltó ok, körülmények, eredmény. Tehát, hogyha a kiváltó ok megismétlődik, és a körülmények is nagyon hasonlóak, akkor az eredmény is hasonló lesz. Ha ezt a karmát te szokás szerint ismétled, akkor már az eredmény megjelenik egy korábbi ciklusból. Ez a déjà -dü. Tegnap a kiránduláson sokat beszéltünk a magyarok karmájáról, ami elég nehéz. És hogy mit javasolnál a magyaroknak, hogy javasoltál az evernesseseknek, nyilván legtöbb magyar lesz, hogy a, a nemzetnek, hogy boldogabb vagy produktívabb legyen a jelenlegi. Nézd, én azt hiszem, hogy a csoportkarmára rálátni ugyanolyan felelősség, mint az egyénire, és ha már ráláttunk, akkor a magunk hatókörén belül próbáljunk meg ennek a belátásnak érvényt szerezni. Ezt azért mondom, mert amit most mondok, az semmiféle társadalmi csoportnak külön nem szól. Tehát nem politikai, gazdasági, vagy éppen társadalmi receptkönyv. Ezt ugyanúgy az egyéni realizáció útján belátható dolognak gondolom, csak a csoportban egymás közt, egymásért tudjuk ezt megtenni. Világos, hogy minél nagyobb tömegben tesszük ezt, az én meglátásom szerint javítana a nemzet karmáján. Most elmondom akkor, hogy miről van szó. Menjünk csak vissza odáig, hogy egészen biztosan bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, különben nem lennék itt. Ez nagyjából a végső fázisában 1100 évvel ezelőtt körülbelül ért véget, akkor is, ha volt korábbi ugye, hullámban kettős, többes egyéb honfoglalás. Ez nem fontos most ezen megfontolás szempontjából. De hogy utána nagyon sok minden történt, amit jól datálhatóan elvittünk a történelmünk során, és a kollektív tudattalanunkban, mint magyarok tárolunk, ez biztos. És itt a kulcs szó a megosztottság hogy ez a megosztottság hogyan kezdődött, pontosan nem tudjuk, de egy nagyon fontos honfoglalás utáni állomása volt az erőszakos térítés. Itt a népség körülbelül 40%-a biztos, hogy áldozatul esett ennek, bizonyos felmérések szerint több is. Ezt a karmát mi visszük magunkkal. Az egymásnak való ártás karmáját visszük magunkkal. Ez nem ment ki ebből a pszichéből. Tehát Adi nem véletlenül írta meg a Nekünk Mohács kell című verset, mert annyira tehetetlennek látta magát, és annyira dühös volt erre az egész borzalomra, ami az ő idejében ugyanolyan borzalmas volt, mint az előtt és az után. Tehát a megosztottság és az egymás ellen való működés, a lojalitás hiánya, az okosság és az érzelmesség rossz keveréke, hogy a gondolatok az érzelmek rovására mennek, az érzelmek pedig a gondolatok rovására mennek, ez nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát ezt a fajta belső egyéni megosztottságot, és a csoportban jelenlévő megosztottságot, a szekérvárak lövészárkok és a csoportok egymás ellen való munkáját, ezt kívülről is, belülről is nagyon jól lehet látni. Tehát ha Magyarországon élsz, akkor is, ha Magyarországon kívül élsz, akkor is. Mi ennek a megoldása? Az első az, hogy itt senkinek nincs igaza. Senki sem hiba mentes. Tehát ekkor lehet egy kölcsönös kiengesztelődéssel, megbánással ezt a karmát feloldani. Ez nem fog menni egy lépésben. De az a fajta megbánás, amit egymás felé tanúsítunk, az egymás ellen elkövetett tettekért, ez eszenciális ehhez. Ez nem egy identitás alapú, nem is politikai alapú mozdulat, ez egy lelki forrásból táplálkozó mozdulat. Ha ezt megtesszük, akkor toleránsabbak tudunk lenni egymás iránt, együttérzőbbek tudunk lenni egymás iránt, könnyebben meg tudunk bocsátani ezek után azokért a tettekért, amelyeket már nem tudatosan, de mégis valamilyen szokásból elkövetünk. Tehát ha ez a kiengesztelődés és kölcsönös megbocsátás a megbánás útján nem következik be, akkor ugyanezt a karmát fogjuk görgetni magunk előtt, és a külföld az ezt maximálisan kihasználja. Őket nem érdekli a nemzeti egység. Ha minket nem érdekel, senkit nem érdekel. És innentől kezdve mindenki gyakorolja azt a szellemi vallási hagyományt, ami a lelkét egészségesen és tisztán tartja. Erre külön receptet írni nem lehet. De a karma működése nagyon világos. Akkor is, ha ezt karmaként mondjuk, sorsként mondjuk, egyéni vagy csoportos sorsként, karmaként mondjuk. Ennek számos feltétele van. Az egyik az az, hogy ne akarja magam a másik fölé helyezni. Ha ezt meg tudom tenni, akkor elmúlik az a gőg, amit az egészséges büszkeséggel lehet összetéveszteni, és nagyon sokan össze is tévesztenek. És ebből a gőgből fara, fakad az a nagyon-nagyon egészségtelen magatartásforma, ami nem csak ítéletalkotásban, hanem szó szerint a másik becsapásában, a másik gyönge helyzetének kihasználásában, a szándékos nemlátásban ölt testet. Ha ez megvalósul, akkor az identitás érzetünk is, hogy mi kik vagyunk valójában, és hogy egymás felé mit mutatunk, milyen identitást mutatunk, ez is megváltozik és akkor megvalósulhat egy kölcsönös, hasznon alapuló együttműködés a jelenleg érvényesülő kabzsiság helyett. Tehát a gőg és a kabzsiság az nagyon komolyan összefügg, és tényleg tisztelet a kivételnek, te egy egész országról és egy egész nemzetről kérdeztél, és a szummája ennek sajnos ezekben a minőségekben mutatkozik meg. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz kell egy nagyon komoly bensőtisztulási folyamat amely eredményezheti a megbánó és kiengesztelődő viszonyt, amely átalakítja azt az érzést, aki én vagyok, és akinek a másikat nézem, ennek alapján egy más társadalmi együttműködés valósulhat meg. És ekkor tényleg a felső határ a csillagoség, mert már azt tudjuk, hogy az alsó határ a legmélyebb pokol. Az egészséges büszkeség és a gő között mi a különbség? egy sodornyi szakál. Oh, oh. Users menu, hát hogy hol nincs? a gög... A users menu benned van. Nézd meg, hogy a gőg mit csinál, nézd meg, hogy a büszkeség mit csinál, és hogy melyikkel vagy te inkább azonos. De mitől egészséges az egy? Egészséges gőg miért nincs? Mert a gőg olyan, hogy az nagyon gyorsan elszigeteltségbe és a pusztulásba juttat. Magbet, tessék megnézni. Büszkének indult, és gögösen halt meg. Szerintem, szerintem ezt már te rég tudod. Csak úgy teszem, mintha nem. Elme, tudat. Mi mindjárt, mindjárt. Ego. Csak... Igen. Mit Hogyan működnek ezek, és még micsoda mert? Zolo, nézd magadba, azt meglátod. Öhm, tehát én nem tudom, hogy te miért gondolsz engem ide, de hogyha engem ide gondoltál már, mint hogy mi magunkat ide, akkor a kérdést is ide gondoltál. Látod azokat az súlyos koloncokat, amiket előfeltevésből viszel magadon? Én ezeket nem előfeltevésnek de tapasztalom, hanem... előfeltetted, hogy elgondoltunk téged. Ez csak a te saját tevékenységed. Mert én másképp gondolnálak, zoló. De nem sikerül. De még mindig gondolni szeretnél engem valahogy, pedig nem kéne. Ha megnézed, te szeretnéd, hogy én gondoljalak el téged. Na, az nem fog sikerülni. Én meghagyom azt, hogy te úgy gondold el magad, ahogy szeretnéd. Mi a kérdés? Eddig csak felsoroltál. Mondjad? Tartalma, működés és a viszonyok. Menj, igyált el. De, de nem mehetek ki addig, ameddig nem tudom meg. Zolo, tőlem nem fogod megtudni. Magattól fogod megtudni. Az úgy jobb. Azt inkább elhiszed. Smell. Nem az előbbiek fényében. Beszélnél a gőgről? <laughs> Igen. <gül> uh, a gőg az mindig másokkal szemben érvényesül. Tehát, hogy én magasabb, jobb vagyok valaki másnál, és ez teljesen alaptalan. A büszkeség az, hogy létrehoztál mondjuk egy gyönyörű fesztivál gazdaságilag, és azt mondtad, hogy ez igen, ez jól sikerült. Vagy azt mondod, hogy igen, együtt mentünk ezen az úton, büszke vagyok a páromra. Tehát a büszkeség az átruházható, az tárgyasítható, az lehet még egészséges, de mihelyt átcsap gőgbe, azon nyomban az ítéletalkotó magatartás ott van. Tehát a büszkeség és balítélet egyszerre az a gőg. Ha a gőgből elveszed az ítéletet, és kiveszed a magad mások fölé helyezését, ha tudod tárgyasítani, átruházni, és így megszalidíteni, akkor abból lehet büszkeség. Szükség van-e gyógyítókra, látókra, különböző segítőkre ahhoz, hogy feldolgozzunk bizonyos karmákat, vagy erősebb problémákat? Nagyjából ebben a sorrendben, igen. De még ezzel nincs vége. A végén ott vagy te. Tehát. Segítők nélkül nem megy. Még a világra se tudnánk jönni segítők nélkül. És utána az, hogy fölnőjünk, hogy tényleg azok legyünk, akik, ahhoz tényleg sok segítőre van szükség, de sokféle segítő közül a legfontosabb az, aki ráébreszt arra, hogy te önállóan is tudod járni ezt az utat, nem egyedül, de önállóan és a kezedbe is adja azokat az eszközöket, amelyel ezt meg tudod tenni. Eljuttat egy olyan fázisba, hogy azt mond, mondhatod, hogy igen, megtanultam azt, amit kell, tudom járni az utat önállóan másokkal egyetemben, és ekkor tudsz gyógyítóvá, látóvá és egyébé válni. Jó, tehát ez egy, ez egy kicsit nekem úgy tűnik, mint egy ilyen lináris folyamat lenne, tehát megtaláltál valakit, aki a kezedbe, öm, nem is a kezedbe adja, de segít megérteni azt, hogy te hogy, hogyan tudsz te a saját lábadra állni. Uh -huh. Akkor ezután neked már nincs szükséged segítőre, vagy jön egy másik Ó, probléma, ami megint, megint valami valaki mást hát igénye. Ez olyan néha igen, néha nem. Tehát amikor beteg vagy, és olyan beteg, hogy nem tudod magad meggyógyítani, akkor kell az orvos, az orvos a külső orvos belső orvos nem működik, kell a külső orvos. Tíz bika történetet javaslom, az bőven megválaszolja a kérdést, de most dióhéjban elmondom, a kereső ember először a bika nyomait látja meg, tehát a karmádnak a következmény látod meg. Tehát ha meglátod a fonákját, amikor ugye a bika hátsó lábát és tomporát barnán meglátod, az amit nem akarsz meglátni magadból, de mégis kell. És akkor a kötéllel a kezedben odamész a bikához, a nyakába teszed, és akkor elkezd a harc ugye, feszülni a bika és közted, a karmád és az akaratod között. Amikor stabilizálódik a helyzet, akkor már kikötötted a kötelet egy fához, és ekkor a bikának a feje és a mellső két lába kifehéredik. Tehát az alapvető bölcsesség tudat és a helyes irányvétel a mersők két láb megjelenik. Utána kifehéredik az egész bika, és ráül a hátára a gyakorló, de úgy, hogy még a kötél ott van a kezében, hogyha a fuvola szóra nem hallgat a bika, akkor a kötelet bármikor meghúzhassa. És ezek után leszáll a bikáról, leül a hegyoldalba, a bika az békésen legelészik, már nincs a kötél a nyakában. Ezek után eltűnik a bika, csak a szemlélő és a tájkép marad, mert minden az igazi önvalóddá vált. Utána eltűnik a szemlélő is és a tájkép is, marad az üres zenkör. Tehát oda teszed a zenkört, az ez. De utána. Megjelenik a csak táj. Tehát nincs alany, nincs önvaló, csak a táj van a világa maga olyanságában, és a következő az, amikor az öregmester a piactér vagy a város felé fordul, és megosztja a tudását a többi emberrel, aki kíváncsi rá, és a következő pedig az, hogy ott van a tanítvány, és hallgatja. Tehát eredményt ér el csak azzal, hogy a tanítvány meghallgatja, és ekkor a ciklus előről kezdődik, és a tanítvány elkezd keresni, mert a kezébe kapta az eszközt, a tudást, tehát meglátja a nyomokat, felfedezi a bikát, nyakába teszi a kötelet, és elindul a ciklus előre. Tehát a lineáris helyett a ciklikus az ilyenkor szerencsésebb. És megnézed, hogy a ciklus melyik szakaszában vagy, és pontosan, pontosan mit csinál szépen. És akkor, akkor nagyon jól tudod pozícionálni magadat, és ehhez képest az irányt megtalálni. Ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk, az irányvételt se tudjuk. Az a kérdés, amit korábban feltettem neked, hogy, hogy segíti a, a tudatossági pályán törekvő fejlődésünket, segíti az, hogyha arra kérdésre keressük a választ, hogy miért is jött létre az egész, tehát miért jött létre az a amiben élünk, beleértve az univerzumot, a lényeket, a tárgyakat, úgy mindent, és, és, segíti arra a kérdésre a, a válaszkeresés, segíti a fejlődésünket, hogyha keresünk, hogy milyennek az egésznek a célja. Biztos, hogy segíti, csak meddig. Tehát az adott ciklus melyik fázisáig segíti, mert hogyha a mi érteket nagyon sokáig viszed, akkor el tud tűnni a megoldhatatlanságban, vagy egy tautológiába visszafordul, hogy miért tettem fel azt a kérdést, hogy miért. És ez ki tudja vágni a biztosítékot nagyon sokszor, vagy le kell tompítani valamivel. Tehát a miértek, azok egy ideig vihetők, ez olyan, mint a newtoni fizika. Tehát itt a Földön és a Föld környezetében a newtoni egyenletek, legyünk kicsikét nagyvonalúbbak a naprendszerben, nagyon jól működnek. Kilépsz a naprendszerből, és felveszel egy teljesen intergalaktikus ugye, dimenziót, nem fognak működni, ahhoz Einstein kell. Tehát a mértek kis területen működnek, nagy vonalakban, nagy dimenziókban nem. És ezért van az elméleteknek a milliárdja azért, hogy végre valamilyen választ kapjunk. De ezt már a tudósok nagy része tudja, hogy a miértekre a válaszok újabb mérteket szülnek. Tehát egy megismerési útról van szó, Innentől kezdve a miérteknél fontosabb lesz a hogyan. Tehát, hogy nem miért létezem, és miért van ez az egész, is, hanem, hogy hogyan élem az életemet. Mi módon, milyen érzelmekkel, milyen gondolatokkal, milyen cselekedettel, milyen beszéddel. És a, a, a miért, az kell. Csak lássam meg az alkalmazhatóságát, lássam meg azt a területet, ahol az működik, és merjem belátni azt, hogy, hogy miért volt az ősrobbanás, ha volt. Nem tudjuk. És valahol nem is érdekes. De, hogy hogyan létezünk azután, az nagyon fontos. Úgy, hogy miért van az emberi tudat múltra, jelenre és jövőre tagolva? Miért élünk lineáris időben? Miért nem tudjuk a ciklikusságot teljes terjedelmében tapasztalni, mert csak a részeket látjuk belőle? Ezek érvényes kérdések. De nem tudunk rá érvényes választ adni. Azt fel tudjuk tenni, hogy hogyan létezzünk ebben a pillanatban, hogyan hozzuk létre a múltat, a jelent és a jövőt, hogyan szabjunk irányt az életünknek. És akkor, amikor a miértből hogyan lesz, akkor hirtelen cselekedhetővé, elérhetővé, és az egész sokkal középutasabbá válik. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy a sok miért, hogyan és micsoda kérdés után megköszönjem a igen, építő és innovatív jelenléteteket. Remélem, hogy még sok együtt töltött visszavonulás és meditáció lesz a jövőnkben, és végül, de korán sem utolsó sorban, nagyon sok sikert és fantasztikus tapasztalatokat kívánok a legközelebbi Everness Fesztiválra, és az összesre, ami ezek után következik. Jó utat közösen és önállóan egyaránt!